Rudolf Gergely emeli a labdát Volodymyr Ovsyenko kapujába a Nyíregyháza Spartakusz szerdai edzésén. A korábban Franciaországban, Olaszországban és Görögországban is szereplő válogatott támadó március végén közös megegyezéssel szerződést bontott legutóbbi klubjával a Videotonnal, és mivel ebben a szezonban már nem lépett pályára, a Spari vezetőit kérte meg arra, hogy a csapattal gyakorolhasson. Tavaly is itt készültem már, és most is nagyon szívesen fogadtak, úgyhogy nagy örömmel jöttem edzeni ide a Sparihoz. Úgyhogy ráadásul nagyon élvezem az edzéseket, Mátyus Jani nagyon jó edzéseket tart, úgyhogy külön öröm számomra. A nyíregyházi születési játékos felnőttként még nem lépett pályára a Spariban, amelyben akár már a következő szezontól szívesen látnák a szurkolók. Bízom benne, hogy egyszer majd eljön az idő, nem tudom, hogy fog alakulni most a nyár. Gondolom, hogy megvárom majd az átigazolási időszakot, mindenképpen meg kell, hogy várjam, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A Nyíregyháza Spartakusz a legutóbbi fordulóban idegenben 2-1-re verte a Somos esélyt, és az 59 pontos Ceglédet 8 ponttal megelőzve vezeti az NB3 keleti csoportjának tabelláját. Szombaton a harmadik helyezett Cigánzot fogadja Mátyus János együttese. A szakvezető elmondása szerint győzelemmel akarnak tisztelegni a csapat elmúlt héten elhunyt törzsszurkolója Szálkai Pál emléke előtt. Bízom abban, hogy a tavasszal talán először egy olyan ellenfélre fogunk találkozni, aki nem azt a kimondott sündisznóállást fogja választani, amit általában a csapatok ellenünk. Megnéztem őket a hétvégén hazai környezetben, jó csapatot ismerek a Cigánban, de azt gondolom, hogy hazai pályán mindenképpen az esélyesek mi vagyunk. Nyernünk kell, annál is inkább, mert Nyíregyházán volt egy legendás szurkoló, akitől mi hétvégén ugyan elbúcsúztunk tisztességgel és méltósággal, a magunk módján nyertünk ugye az első nélküle lejátszott mérkőzésen. Az igazi búcsú az egyrészt holnap lesz a temetésen, ahol az egész csapat részt fog venni. Másrészt mindenképpen szeretnénk az ő emléke előtt tisztelegve egy látványos győzelmet aratni a hétvégén. A Nyíregyháza Spartakusz Cigán mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Nyírbátor Somosese, Jászberény Tája, Tiszaújváros Putnok, Cegléd Felsőtárkány, 60 Reac, Újpest 2 Rákosmente KSK és Kazincbarcika DVTK 2.